A szlovák páros biztatja. Jó nagy ováció, jól szerepelnek egyébként itt az Európa-bajnokságon. Nagyon valószínű, hogyha itt most nem rontanak óriásit a szabadkorcsolyázásban, akkor jobbak lesznek, mint tavaly voltak, hiszen tavaly 12-ek voltak az Európa-bajnokságon. Most pedig egyelőre 8. helyen állnak, és azzal, hogy Zagorska és Szüdek nincs itt, előreléphetnek a 7-re, és hogyha még valakit a csoportból is megelőznek, akkor még ennél is szebb helyen végezhetnek majd. Kislány nagyon alacsonyra ugrott a tripla tólupot. Elég, hanem az csak 2 fordulat volt. Dobott szálhófot rontja. Szépen együtt. Az 5. ellen film zenéje az övék. 2 fordulat a levegőben. Dupla axel. Nem csak egyet csinált, megint úgy tűnt. Nincsen üres része a koreográfiának, nagyon jól csinálták meg. Dobott axel. Pedig ez nem egy igazán rizikós dolog.
különleges halálforgás. Nem sikerült ez olyan rosszul ám. Elkeseredettebbnek tűnnek annál, mint amilyennek lenniük kéne. A közönség persze mindent megtett, ami tőle telhetőt meg tudott tenni. Nem indult rosszul a program, de a kislány, mintha végig bizonytalan lett volna. Nehéz elemekben egész biztos, hogy nem érezte magát igazán otthonosan. Majd megnézzük a lassításban. Alig, ha nem, két olyan egyéniugrás is volt, amit ő egyel kevesebb fordulatra ugrott, mint a fiú, az egyik a tolup, a másik pedig az Axel. Nem volt esély sem, hogy megtartsa magát a dobott ugrásban. És hogy itt a fiú hogy tudott elesni? Elvesztette az egyensúlyát, egy kicsit hátra billent, és elvesztette az egyensúlyát. A páros forgásban. Tólup? Igen, a kislány csak két fordulatot csinált. Szépen egyszerre érkeztek belőle, a fiú volt egy picit bizonytalanabb az érkezéskor. Jó koreográfia, egy nagyon-nagyon jó koreográfiát csináltak nekik egyébként, és szépen lendületesen, magabiztosan is korcsolyázták végig, hogy így ezért furcsa egy kicsit, hogy a kislány miért volt ennyire bizonytalan az ugrásokban, hiszen a tolupot is egyel kevesebb fordulatra ugrott, az Axelt is, mint hogyha egy fordulatosra ugrotta volna. Ugye a dobott szalófot azt elrontotta, elesett belőle. Aztán a végére a halálforgás az nagyon szépen sikerült, itt még egyszer ez a kis buta hiba. Ez még az első halálforgásuk, ez a hátra kifelé. És ennél volt egy sokkal-sokkal érdekesebb, különlegesebb a program végén, hát azt sajnos nem látjuk még egyszer. Ebben a csoportban a leggyengébbek, hogyha most az első helyet meg tudják szerezni, akkor nem fognak hátra csúszni, hogyha nem, akkor Rodionova és Krukov meg fogja őket előzni a szabad korcsolyázásukkal. Bár az övék sem volt tökéletes, ők is ugye annak köszönhetik elsősorban, hogy Kautz és Jeske három helyen mögöttük volt. Nem tetszik a közönségnek, és úgy tűnik, hogy a fiúnak sem tetszik. Testvérpár egyébként, Olga és József. Sokkal ezek sem magasabbak, de ez azt jelenti, hogy 5 pontot Zobira az első helyre hozza ki őket, úgyhogy 5-en látták őket legjobbnak itt a szabadkorcsolyázásban. Egy kicsit most már a fiú arca is megenyhül, úgyhogy azt jelenti, hogy nem fognak hátra csúszni, tartják a helyüket. Minimum 8-ok.